Ilyenkor a videó elejére kiszoktam találni egy poént, amivel megadom a kritika alaphangulatát, de miért is próbálkoznék a mai filmek a Killer Bean Forever? elgondolkoztatok már rajta, hogy miért szeretünk rossz filmeket nézni. Ha belegondoltak az élet más területein nem vagyunk ilyenek. Nem örülünk annak, ha egy szarú sikerült mexikói kaja úgy átmossa belünket, mint egy nyári zábor a fő utcát. Vagyis, hát valakik igen, de nem hiszem, hogy őket valahol meg fogom érteni. Fúj. <hül> szóval, miért van ezek után az, hogy több százezer ember imádja mondjuk a roomot? Egy filmet, ami hát... <hül> I igen. Nos, ahhoz, hogy ezt kifejtsem, be kell mutatnom a rossz filmek három váfaját. Igen, ez a videó eléggé papolós, Teodor társalgásos lesz, bocsesz. Ja meg, első a rossz, rossz film. Ott van, és fáj, és senkinek nem hiányzott az életéből, Kivéve, kivéve talán a nagycsoportos zsombikát. Tudják, hogy egy erősen radioaktív hulladék a filmnek nevezett marketing csaléjuk, de ebbe olyan szinten beleszarnak, tudván, hogy a lelkes rajongótából úgyis felzaválja, bár önreflexió van, törődés nincs így jelzet se lesz. Aztán ott van a második, az izzadságszagú rossz. Mint ahogy a neve is sugalja, ez a filmfajta már próbálkozik, jaj, de nagyon, de nagyon próbálkozik, viszont sajnos fájóan borzasztó. Ám, de most jön a twist Oliver, mert bár olyan kellemetlenül szar, mint egy szombatesti szorulás, ezt a készítők nem ismerik fel, és ez kifejezetten nevetségesé teszi a helyzetet. Mivel önreflexió nincs, Törődés van, így élvezet is. És végül a harmadik csoport a nevetségesen rossz. Ez a kategória sokaknak a kedvence teljesen jogosan. A különbség az utóbbi és e mindössze csak annyi, hogy ez a csoport tisztában van azzal, hogy rossz. Pár hagyagmozdulattal leveti gátlásait, rámosolyog az őrá figyelőkre, majd egy dupla hátraszaltóval csapódik bele a mi a jó Isten medencébe. Szóval akárcsak az alsós rossz fiú tisztában van vele, hogy rossz, de ahelyett, hogy ezt próbálná eltitkolni, rájátszik, ami kifejezetten szórakoztató tud lenni. Már ha ezt kinevi, ha nem, akkor akkor az nem szórakoztató, az inkább, az inkább szomorú. Ja. Tehát itt önreflexió mellett van törődés is, és törekvés, csak éppen a minőségi minőségtelenség fele, ami voilà, élvezethez vezet. Nos, és ez hogyan kapcsolódik bármihez is? Hát, aminap megnéztem a Killer Bean Forever-t. Egy filmet, amiben kávébabok püfelik egymást másfél óráig. Azt hiszed, túlzok, de én soha nem hazudnék neked, honey. Ezt a filmet mindenki imádja, mint Pali a Kalipot, de Rotten Tomatoes-on konkrétan nincs kritikai értékelése, annyira jaj, de. És erre mondhatnátok, hogy öh, de rump, miért csinálsz erről a videót? Annyi érdekes téváról lehetne beszélni. Erre pedig azt mondom, hogy még te kérdezed. A közönségem lassan fél éve nem nem hagy nyugovóra térni emiatt a film miatt. Képzelhetitek, mennyire álmos lehetek. Tucatnyi komment, több száz üzenet, konkrétan valaki 90 napon keresztül küldött babos képeket, és még most is küldené, ha nem csinálnám meg ezt a videót. Jó, ja, tök gáz, nem? <laughs> Good one, Geri. Na de ha már itt vagy, fejtsd ki, mit szeretsz annyira ebben a filmben. Geri? Geri? Ja, hogy csak ezt az egy sort mondottam fel veled. Na és ezek után el tudjátok képzelni, miért reszketek úgy, mint egy parkinsonos nyárfa levél egy mosógépen, amikor azt mondom, hogy ez a film szerintem nem egy jó, rossz film. Te jó ég, srácok! Chill! Nyugtassátok le a egy kicsit! Tudom, H hogy merészelem, de legalább hat fejtsem ki. Kérek 5 percet, és ha akkor se tudlak meggyőzni titeket, akkor önként pattanok a guillotine alá. Oké? Okay? Deal? Jó van, akkor kezdjük. <Sessz> Ahhoz, hogy érdemben tudjak beszélni a filmről, ki kell jelentenünk, hogy melyik kategóriába tartozik a fentebbiek közül. Az biztos, hogy törődés bőven volt benne. Most már csak azt kéne eldönteni, hogy volt-e önreflexió, vagy komolyan volt tevéve. És srácok, én tényleg nem tudom eldönteni. Egyrészt ott van az a tény, hogy a mű rendezője, producere és írója Jeff Lew animátorként dolgozott több nagy költségvetésű hollywoodi filmen is, mint például a második és a harmadik Transformers filmen, az X-Menen és a Matrixon. Szóval valszeg komolyan veszi a dolgokat. Másfelől viszont belenézek a filme és így Tuti nem vette komolyan a dolgokat. Szóval jobb, ja, nehéz volt, de ezek alapján én most a harmadik kategóriába fogom tenni. Csak hogy legyen viszonyítási alapunk, én ebbe a kategóriába sorolom például a b move it vagy a Pókember 3-at. Ezek alapján már érthetitek, ha azt mondom, hogy a Killer Binnek egyetlen és tényleg csak egyetlen feladata az, hogy legyen szórakoztató. Ennyi. Most hadd mutassam be először azokat a részeket, ahol ez ténylegesen sikerült. Hmm, szóval, hogy a tánc jelenet. Ha nem tudnád, a film úgy kezdődik, hogy 10-15 random bab táncol másfél percig egy raktárhelyiségbe, talán. Semmi kontextus, semmi expozíció. Gyártyagos film ilyenkor bemutatná a világot, az abban szereplő karaktereket, vagy azoknak az érzéseit. De a uh -uh, hova fele gondoltok? Ez nem egy szokványos film lesz. Alaphang! Megadva. Aztán, amik még kiemelkedően kuncogtatóak, azok az akció Vannak egyébként ténylegesen elismerendő részei, de igazából egy idő után minden teljesen erőhelyessé tesz a tény, hogy semminek nincs vége, de soha, de soha. Egy helyszínen például eltöltünk konkrétan 36 percet, ami a film egyharmadát teszi ki, és a fele ennek a jelenetnek tömény, határtalan, bablövöldözés. Utálhatnám ezért a filmet, de inkább csodálom, hogy ezt így megteheti. És végül is, amikor akar, akár még vicces is tud lenni a film. Bár néha kifejezetten nehéz eldönteni, komolyan gondolták-e az adott dolgot. Például... Ja, apropó. Végen? Ki vagy rúgva? Szóval így az egyik oldalról tökre jól nem működik a film. A másik oldalról viszont... Persze nagyon szórakoztató az rs a hajam kréziség, de ennek az az eredménye, hogy semminek nincs értelme. Olyan érzés az egész, mint valaki részegen felébredne egy hullámvasúton. Nem érti, hogy hol van és mi történik, de azt tudja, hogy veszettül élvezi. A, még el nem hányja magát, igen, ez a hasonlat nem nagyon működik. A filmbe szereplő karakterek 90%-ának vagy az a szerepe, hogy le legyenek puffantva, vagy az, hogy kapjunk tőlük egy kis expozíciót, és azután legyenek lepuffantva. Várjunk, meg, mi is az az expozíció? Az expozíció egy műnek azon része, amikor az író per írók megismertetnek az előzménnyel a mű világával és a benne élő karakterekkel. Nos, hogyha ez a magyarázat nyersnek, ne Netalantán unalmasnak hangzott. Akkor oh, 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 készüljetek föl-fölvitézek a csatára, mert ezen téren a Killer Bean sem végezi a munkát. Erről a legékesebb példa, amikor a főszereplő és egy másik karakter állnak egymással szembe és csak tényeket közölnek a világuk működéséről négy kerek percig. 240 másodperc, a film 4%-a arra megy el, hogy a nyílástalan babszájukkal ha harsogják a nagyvilágba a színes szagos expozíciót, és ilyen jelenetből van vagy hét. És végül igen, néha akarattal is tud vicces lenni a film, néha viszont olyan bánt van buta, hogy az lenyűgöző. Szóval, amikor ilyen vicceket sütnek el, hogy... Akkor megpróbálom úgy, hogy maga is értse. Elnézés, nem kér is, ez lenni rossz cím. Az nem vicces? az rosszista! És ne, ne is próbáld bemagyarázni, nem pc és kerem túl a dolgot. Lehet egy rosszra irányuló vicc, nagyon sokféleképpen humoros. Na nem így! Szóval ennyi lett volna a Killer Bean. De, de hogy csinálok videóvégi értékelést? Nem mindegy, úgy értesz velem <coughs>